Igen, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdjük csokkolom, hát köszöntöm a üdvözlöm. Politikusok elmondták tegnap, hogy néhány óra alatt vonták politikai ellenőrzés alá a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, hogy innentől kezdve a politika, a kormány azt csinál az adótitkokkal, amit akar, hallott ön is az ellenzéki képviselőket, egészen biztos. Most nyilván nem erről fogok önnel beszélgetni, hanem hogy ez az ott dolgozóknak mit jelent. Önök még szeptember végén, október elején nagyon tiltakoztak a NAV átalakítás ellen, de legfőképpen azért, mert nem vonták be önöket ebbe az egész folyamatba. Ami a végeredmény lett, abból mi sült ki? Hát gyakorlatilag azért nem mondhatom el, hogy olyan nagyon bevontak volna az előkészítő folyamatokba, mivel én azt kértem, hogy abba a bizottságba vonjanak be minket, ami a NAV átalakításáról valamilyen javaslatot kidolgozott, amit mi nem láttunk. Tehát innen indul a történet, ugye ebben benne volt az Ernst & Young, századvég, a belügyminisztérium, NGM felelős vezetői, de ezekhez önöknek stb. Nem stb. Volt közük ezek szerint, tehát hogy nem mutatták meg. Igen, hát úgy ítélték meg, hogy gyakorlatilag ebben a munkában nem vonnak bele, de aztán ugye elkértük, hogy a továbbiakban itt anyagi, szociális, emberi sorsokat érintő kérdésekről van szó, szervek szűnnek meg, 2500 embernek máshol lesz a munkahelye, tehát borzasztóan nagy mértékű, nagyívű átalakításról döntöttek, és innentől fogva nyilvánvaló mi is határozottabban követeltük azt, hogy vonjanak be az egyeztetésbe. Egy találkozó volt a államtitkár, illetve a államtitkár kormánybiztos úrral, amiben aztán megállapodtunk, hogy mostantól fogva rendszeressé kell tenni ezeket a konzultációkat. NAV törvénymódosítás. Innentől kezdve a hétköznapi élet, hogyha akár szakszervezeti vezetőként, akár valamelyik ágazatnak, csoportnak, osztálynak a vezetője azt mondja, hogy túlterheltek vagyunk, fizetésemelés, valami hétköznapi ügyről kell tárgyalni, akkor kell menni minisztériumba? Igen. Aha. Erre mondtam, hogy talán félig szerencsés. Az szerencsés, ha minisztériumba kell menni? Hát az övé a törvény előkészítés, ő felelős a törvénnyel, ő tudja közvetlenül meghozni az intézkedéseket. Aha. Ugye én korábbi nyilatkozatomban arra utaltam, hogy gyakorlatilag korábban a miniszternek egy felügyeleti jogköre volt. Aha. Bármilyen kérdéssel, amivel oda mentünk, bér. Hát sajnos nem tudunk, mert közvetlen irányítást nem gyakorol a miniszter úr, perelni kellett, 200 pert el kellett indítani ahhoz, hogy az emberek megkapják a jogosult bérüket. Ha kafetéria, most ez szeretném, hogy a lakás takarékot beépítenék a kafetériába, illetve a lakáshiteltörlesztést, hát sajnos közvetlen ráhatásunk nincs, nem tudunk élni ezzel. Most itt van a lehetőség. Nekünk is lehet bizonyítani, és a minisztériumnak is. Erre volt már egy, azt mondom, hogy pozitív példa, a Varga miniszter úrral, illetve az NGM-ben volt egy nagyon szerencsétlen sajtó háború, és utána a miniszter úr bekéretett, és volt egy NAV törvény módosítás, amiben mondtam, hogy életpálya nélkül nincs szigorítás a vezénylési szabályokba, elfogadta, utolsó pillanatban már bent volt a törvénymódosítás, még egyeztettünk a minisztériumban, hogy milyen részeket kérünk, ami negatív, hogy vegyék ki, és kivették. Lesz elbocsátás, hiszen itt azért sok mindent összevontak, megszűnnek regionális igazgatóságok, mi lesz önökkel? Na ez a nagy kérdés, ez a sarkalatos pont, hogy hogyan tudják megoldani ezt az átalakítást úgy, hogy a jó szakemberek ne menjenek el, és a természetes fogyás gyakorlatilag reményeink szerint kiadja azt a létszámcsökkentési számot, amit még nem határoztak meg, vagy ráadásul velem nem közölték. De ezért lesz elbocsátás, tud erről? Én hivatalosan nem tudok, de a nyilatkozatok erre utalnak. Igen. Tehát egyértelműen erre utalnak, amit én nem szeretnék nagyon, ezt szeretném elkerülni. Tehát mind létszámcsökkentés, van egy természetes fogyás, és nyilvánvalóan az átszervezés következtében lesz olyan, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezt tovább nem csinálom, ezt a káoszt, felmentés, végkielégítés, elmegyek innen. Lehet kevesebb adóellenőr, vámos ebben a rendszerben a munka mennyiségét, az ellenőrzéseket, zárjegyeket, adóvizsgálatok számát ismerve, mindazt a botrányt például, ami az elmúlt években valamennyire napvilágra került, ismerve, hogy mi mindent kellene ellenőrizni. Ennyi létszámmal, ekkora létszámmal működhet ez a szervezet? Hát nem tudjuk a létszámadatot. Ja, tehát akkor azért nehéz, nem tudom megmondani, hogy most 2500-al kevesebbet kell alkalmazni, és az jó vagy nem jó. Szerintem a feladatok nem csökkennek.
a gazdaságot egészségesen működtetni, ahhoz kell egy kontroll. Én nyilvánvaló hatóság szemléletűbb vagyok, mint a kvázi mindig ez az a ügyfélbaráti kormányszlogen, de ez nem csak erre a kormányra volt, ez már korábban is. Én azt mondom, hogy ez egy hatóság, nem szolgáltató, hanem elsősorban a költségvetési bevételeket kell biztosítania. Hát akkor mi meglátjuk, hogy lesznek számadatok. Köszönöm szépen, hogy itt volt.